Sziasztok, Kriszti vagyok. Ma május 1-e van, a munka ünnepe. De most 2020-ban biztos, hogy a történelem könyvekbe úgy fog bevonulni ez a mai dátum, hogy Ausztriában koronavírus járvány idején 45 nap után megszüntették a kijárási korlátozást. Amiért készítettem ezt az adást, az az, hogy nem tudhatjuk még, mikor nyitják meg a határokat. Az, hogy az ingázók jönnek-mennek munkáltató igazolással, az lehetséges. Viszont azt nem tudjuk, hogy mikor mehetünk haza nyugodt szívvel, igazolás nélkül, szabadon, akár Magyarországra, akár a nagyszüleinkhez, szüleinkhez, barátainkhoz, vagy mikor ülhetünk fel egy repülőre, és utazhatunk el mondjuk Amerikába, vagy Spanyolországba, bárhova. Ezt még nem tudjuk. Viszont most, hogy megszűnt a kijárási korlátozás, én arra buzdítanék mindenkit, hogy fedezze fel Ausztriát. Szeretném egy kicsit bemutatni azt, hogy milyen csodás helyek vannak Ausztriában, és addig, míg sajnálatos módon nem tudunk hazautazni, addig is gyönyörű hely Ausztria, és vár rátok egy kis kirándulás, kikapcsolódás, végre szabadon, nyugodtabban, mint eddig az elmúlt 45 napban. Először is nagyon szuper az, hogy nem kell olyan messzire mennünk, itt van Bécs, és számos gyönyörű park, és állatkert, múzeum vár titeket. Rengeteg dolog van, nézzétek csak! Where's the life I? Where's my shy head? Is this called living? I don't know, where's the life I? Where's my shy head? Is this called living? I don't know, I don't wanna grow, just live myself. Hogyha kicsit kimenjünk Bécsből, a Duna mentén ott van a Romantik Strasse, ahol végighaladva egy gyönyörű úton kis települések mellett isteni borokat és ételeket kóstolhattok. Ott van Ruszt,
ami a Noisy Dörzé mellett van. El van gólyákkal, és csodaszép városka vár titeket, amit fel kell fedezni. Éppen ott van Grác, ami egy csodálatos város, és szintén tele van gyönyörű kis utcácskákkal, házakkal, van az óratorony, Sziszi-puszi édesség, Gráci dóm is. Természetbe vágytok, akkor viszont Mirafale vízesést is tudom ajánlani, ami fantasztikus és gyönyörű, minden évszakban meg kell, hogy nézzétek. Steinwandklamm, ahol szintén sziklák és vízesések között kirándulhattok, akár gyerekkel is.
ott van Hoevant, ami nagyon közel van Bécshez, gyönyörű kilátással, tudtok menni a kilátóra, sőt állatsimogató is van. Van Naturpark Sparbach, ahol szintén állatokat tudtok simogatni, és egy igazán jó kis délutáni kikapcsolódás, ha erdőt szeretnétek járni. Wien, ami fantasztikusan gyönyörű kis város, tele meglepetésekkel, kiállításokkal. White Park, Ennsbrunn, kasukkal és őzekkel találkozhattok.
egyik kedvencem, Dachstein. Felvonóról csodálhatod a mélységet, a hófötte hegyeket, átmehetsz a függőhidon a jégpalotába. Szóltok. Tele van látnivalóval Ausztria, és amíg nem tudtok menni a határon túl, addig fedezzétek fel ezt a gyönyörű országot, és írjátok meg kommentben, hogy nektek mi a kedvencetek, vigyázzatok magatokra, és még mindig jó egészséget nektek. Sziasztok!